Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere, természetgyógyász vagyok, spiritista vagyok, metafizikai pszichoterapeuta, ezoterikus tanár vagyok, és masszázs tanár vagy 12-13 éve. Természetesen ebből kifolyólag különböző tanfolyamaim is vannak, spiritista tanfolyam, amit nagyon különleges, olyan dolgok sehol a világon nincsenek, és persze olyan masszázs tanfolyam, akkor bioenergetika is van benne, és például három végzettséget ad egy tanfolyam, meg ilyesmi. Miről fogok ma beszélni? Ugye először is mindig szoktam arról beszélni, hogy a magyar lakosságnak az 50, vagy több mint az 50%-a szív- és érrendszeri betegségben hal meg. És ugye ez a cukorbetegségből, meg egyéb dolgokból, idegrendszeri dolgokból kifolyólag történik ez a probléma, hogy az érrendszer tönkre megy, és ennek köszönhetően sajnos az életünket, és nagyon sok magyar ember az életét veszti. És vajon megkérdezem én azt, hogy tesznek az emberek ellene? Annyit tesznek, mint amennyi kell egyáltalán? Mert ugye van olyan mondás, ugye, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, de ha nem segít valaki magán, nem tesz meg magáért mindent, akkor mit mond a Jóisten? Hát én nem tudok segíteni. Hát ez egy olyan dolog, ugye, hogy mondtam ezt a mondókát, amiről most beszélni fogok, már egy párszor elmondtam, de lehet, hogy már nem tudom, mindenki hallott-e, vagy elfejtette. Egy nagyon-nagyon tanulságos mondóka, amit most mondani fogok, ami ehhez passzol. Egy bizonyos helyen eszméletlen nagy vihar, zivatar van heteken keresztül, és tudják már, hogy akkora nagy lesz a árhullám, hogy a templomot is el fogja vinni. Szólnak a papnak a szakemberek, a vízügyi szakemberek, hogy hát legyen kedves, menjünk el innen, elvisszük magát, már mit tudom, már derékig érő víz volt, és oda mentek hozzá, hogy hát elvinnénk csónakkal, hát meg fog halni, meg mit tudom én. Hát őt nem, majd a Jóisten segít neki. Jó van, háztetőn ücsörög a pap, oda megy a püspök. Hát, hogy szóval neki, gyere, ülj már be a csónakba, menjünk el, hát meg fogsz halni, hát ne arra, hogy mégiscsak. Nem, majd nekem a Jóisten segít. Már ott tart a helyzet, hogy már csak a kereszt végén van a pap, ugye, ott kapaszkodik, és megint oda megy a segítség, és elhajtja őket is, hogy majd a Jóisten segít rajta. Hát a víz persze nagyobb lett, és szegény pap meghalt. Fönt van ugye Mennyország kapujába, és szemrányát tesz a Jóistennek, hogy miért nem segített. Erre azt mondja neki Jóisten. Háromszor is küldtem segítséget, de egyiket sem fogadtad el. Én megadtam neked a segítséget. Most ezt azért mondom, mert ugye sokat beszéltem arról, hogy azt nem lehet mondani, hogy mindenkin lehet segíteni, ilyet nem lehet nyilván kimondani, de nagyon sokan jönnek hozzám érszükülettel. Most az érszükületen nem csak a lábba levő érszükületet lehet érteni, a nyakütőér, koszorúér és egyéb érszükületet, ami a testben van. Nagyon-nagyon sokan jönnek, és utóbbi időben elképesztő eredmények vannak, embereknek nem vágják le a lábát, nem kell különböző műtéteket végrehajtani, és életben marad az illető. És ugye ahhoz képest jönnek, de ahhoz képest kevesen jönnek, mint ahány ilyen ember ilyen problémákkal szenved, és inkább, mert nem hisznek benne, vagy nem akarnak hinni benne, inkább meghalnak, vagy nyomorékok lesznek. De most én könyörgöm, ha kezelésen részt vesznek, nyilván nem fáj a kezelés, semmi probléma nincsen. Ha valaki nem próbálta ki a lehetőséget, akkor hogy mondhatja azt, hogy mindent megtett magáért? Most ez egy dolog, hogy magával nem törődik, de ott van a családja, akik itt maradnak esetleg, mert ő meghal. Azokkal mi lesz? Próbálkozok úgy esetleg, hogy nem tudom, hogy van-e olyan tévénéző, aki megtenni azt, hogy jelentkezne bent a rendelőbe, akinek érszökületi problémája van, jelentős érszökületi problémája, jelentkezne nálunk benne a rendelőbe, és bejönne ide a televízióba, és akkor behoznánk, nekünk vannak, ugye újabban nem használjuk, de
van nekünk ilyen érrendszervizsgáló gépünk, arteriográfos érrendszervizsgáló gépünk, és meg lehetne azt tenni, hogy mielőtt megkezeljük, behoznák magammal egy kolléganőt egyik alkalommal, ő megcsinálna a felvételt előtte, ez persze nem olyan, hogy csak így megnézzük, hanem kinyomtatta, minden lehet látni, bejátszva a dolgokat, és utána megcsinálom a kezelést, és utána is csinálnánk egy felvételt, hogy mennyit javult az állapot az erejének, ami mondjuk nem hosszú idő, mert 10 perc, vagy nem tudom mennyit telik el, és még az idő alatt is kell javuljon az állapota az illetőnek. Ha van ilyen ember, aki hajlandó erre, megkérem jelentkezzen, a telefonot végén meg lehet tudni, kicsit tovább nézi a műsort, és lesz egy akcióm a pénteki nap folyamán, az azt jelenti az akció, péntek délután lesz ez, hogy a gépi állapotfelmérés, amit csinálunk, az arteriográf érrendszer állapotfelmérést ingyen adjuk, adom, bocsánat, kétszer lesz ilyen, a kezelés előtt, meg kezelés után. Először egy felmérést csinálunk géppel, utána csinálok egy kezelést, a kezelést meg kell fizetni, csak a gépi dolgot nem, és a kezelés után telefonáljanak, akarnak, ez péntek délutáni lehetőség. Az is telefonáljanak, aki szeretne így bejönni a tévébe, a televízióba, és akkor meglátják mások is, ugye sokan, hogy milyen nagy segítséget lehet kapni. Nem muszáj meghalni az embereknek, nem muszáj nyomorékoknak lenni, nem jár fájdalommal, ez nem olyan, mint az érfestés, meg felszúrna dolgokat, meg injekció, meg különböző fájdalmak. Kultúrált helyen van minden, és nyugodtan jöjjenek ilyen problémákkal. Ilyenkor egyébként ebben az időszakban, amikor érettségi időszak van, akkor valamivel kevesebben szoktak jönni kezelésre, mint egyéb alkalommal, és általában egyébként 3 hetet kell várni, és aki valaki úgy gondolja, hogy kezelésre akar jönni, most ilyenkor nagyobb esély van a bejutásra, most jelentkezik, mint később. Azt mondja, ráérek arra még, és akkor kell várni 3 hetet. Most meg úgy tűnik, hogy talán nem annyira, mert ilyenkor van 1-2-3 hét, amikor érettségidőszak, hogy minden évben így van, nem tudom miért, akkor langszam van, és akkor szerintem, ha valaki most jelentkezik kezelésre, akkor könnyebben be tud jutni, mert ugye nincs az a 3 hetes várakozás, esetleg 1-2, vagy lehet, hogy az se, attól függ, ha valaki lemondja, annak a helyére be lehet kerülni. Miből áll nálam egy kezelés? Először is mindig az okot kell megszüntetni. Az okot nem szüntetjük meg, adtunk annak a bizonyosnak egy pofont. Higgyék el nekem, semmilyen tabletta, semmilyen injekció, semmi nem tudja az okot megszüntetni a testbe, de még az akupunktúra sem tudja megszüntetni, csak spirituális módszerekkel, amit Jóisten adott nekem módszereket, azokkal lehet ezt megoldani. Ugye megcsinálom ugye a felmérést olyankor, minden betegséget az idegrendszer okoz, higgyék el mindent, olyan formába, hogy az élet, ami van, ugye állandóan bajok vannak ugye az életben, és aztán elég egy tévét vagy rádiót bekapcsolni, és az embernek a talpa ökölbe szorul, ugye olyan dolgok vannak, ez ránk hat. De a családon belüli dolgok, a munkáim belüli dolgok, egy szerelmi bánat, vagy bármi az emberre hat. Ez megváltoztatja az idegrendszerünket, ez külső tényező, nem tudunk ellene mit tenni. Megváltoztatja az idegrendszerünket. Az idegrendszerünket megváltoztathatja úgy is, hogy rendkívüli alulműködéshoz, mert az ember testébe levő energiafölvevők, azok a csakrákat, ha alulműködés van az idegrendszerbe, összeszűkíti annak arányába kicsire, ahány százalékosan működik az idegrendszer. És ha a testünk nem kap energiát, akkor nem is tud működni. Vagy nagyon ócskán, ugye? Majdnem mondtam, hogy. Szerencsére nem mondtam ki. De van a másik dolog, ugye, amikor túlműködik az idegrendszer, az emberek örökké feszültek, idegesek, elküldik a másikat a fenébe, sok esetben nem tudnak aludni, mindent rongál a testbe. Ilyenkor túl nagyra nyitja a csakrákat, és túl sok energia jut be a testbe, és túlműködés jön létre, ami károsítja a szervezetünket. Ezért mondom, hogy okot kell megszüntetni. Az a baj az ezoterikus szakmának a jelentős részében, hogy mindenre energiát adnak, mindenre, ha kell, hanem energiát. De könyörgöm,
Ha nekem túlműködésem van, és energiát kapok, még rosszabbul leszek. És nem törődnek ilyennel, még rossz, csinálják, még rosszabbul. Nyilván az alulműködésnél más, de ha nem állítjuk be az idegrendszert, és nem állítjuk be a csakrát, akkor a testünk saját magától nem tud rásegíteni a saját magunknak a gyógyulásához. Ezért kell beállítani, hogyan? Azok a szerencsém van nekem, a Jóisten segített, és állandóan sug nekem, bocsánat, és újabb módszerek jönnek elő. Szinte hetente változik a módszer, aki tanítványom volt mondjuk, és nem volt nálam 2 éve mondjuk, az tudom, eljön egy ilyen továbbképzés szerűre, az biztos, hogy majdnem jelentős részben már nem ugyanaz a módszer. Mert ugye állandóan változik, javul a dolog, és egyre jobb és jobb lesz, és így alakulnak a dolgok, mert valahogy jó Istennel jobban vagyok, és ilyen formában segít, hogy nem más formában, ilyen formában, hogy ezen a részen mindig tudjak előre haladni, jobbak és jobbak legyenek a módszerek. Én azt hiszem, hogy amikor ekkora nagy, ilyen sok ember hal meg az érrendszeri problémákban, nagyon butaság az, hogy nem segítünk magunkon. Miért kell, hogy valakinek levágják a lábát, ha egyszer nem muszáj? De higgyék el, vannak emberek, akinek mondja a rokona, vagy valamit ismeri a Tihanyi Tamást, és tudja, hogy vannak ilyen lehetőség, akkor is inkább levágatja a lábát. Mert neki úgy fáj a lába, de könyörgöm, mert nagyon fáj a lába, inkább levágatja, mert idegfájdalom van. Ha levágják a lábát, akkor is fog fájni a lába helye. Mert fantom energia ott van, fantom fájdalma lesz. És most is volt nemrégen egy ilyen, azt mondta, inkább levágottam a lábamat. Levágatta a lábát. Mert megkértem, hogy előtte csináljanak egy gépi állapotfelmérést, mielőtt levágják a lábát. Nem csináltak. Nem kérte meg. Annyira fájt a lába, hogy inkább levágták, de utána is fog fájni. Mert az a baj, hogy idegfájdalmak is vannak, az külön dolog. És van egy ismerősöm, kivel azt történt, hogy már lábujjakat már levágtak, és úgy gondolták az orvosok, hogy biztos, hogy majd le kell vágni hamarosan a lábát is, ezért az idegszálakat, amit elvágtak, hogy nem dolgozták el rendesen, nyitva maradtak. És állandóan idegfájdalmak vannak. A lábát nem vágták le, mert 3 nap alatt megoldottam, hogy nem vágják le a lábát, meg kiszökött a kórházból, 3 napot megoldott, és de egyébként már valamit az is javult az idegfájdalom a lábába, de mondom, hogy az egy külön dolog, hogy ilyenkor már akkor lábujjakat levágnak, és nem dolgozzák el rendesen, nem törődnek vele, akkor gond van. Én jártam úgy egy fiatal emberrel, hogy baleset volt, karambol volt, mert jó pár éve volt már, nem mostanában. A srác kómában volt, Honvéd kórházban. Az édesanyja jött hozzám, és mondta, hogy Tihanyú segítsen, így meg úgy meg amúgy. Pár nap alatt fölébredt, ugye a kezelésemből kifolyólag, utána még eljártam hozzá kórházba egy párszor meg ide-oda, és a lábát, meg különböző csontjait nem rendesen rakták össze az orvosok, csak úgy hányaveti módon, mert úgy gondolták, hogy úgyis meg fog halni. De kitolt velük, nem halt meg, de viszont csánta lett, csánta maradt, ugyan az agya, meg mindene tökéletes lett, tökéletesen felépült minden szempontból. Hát ilyen az élet, ugye zajlik az élet, mármint tudjuk, de lényeg az, hogy segíts meg azon, Isten is megsegít, még egyszer elmondom, ha valaki bejelentkezik, pénteki napon délután van olyan lehetőség, hogy 2 állapotfelmérés géppel, ami érrendszert, teljes érrendszert vizsgál, ingyen kap. Meg a kezelést azt nem ingyen kapja, az normál pénzért, de 2 ingyen kap, a kezelés előtt, utána megnézi a kolléganőm az állapot, aztán kinyomtatja persze, és kézbe adja az eredményt, meg elmondja, mi van. És olyan másik lehetőség, amiről beszéltem, ha valaki szeretne bejönni a televízióba, hamarosan szeretnék szervezni egy olyan dolgot, hogy behozzuk ide az állapot felmérőt, az arteriográfos gépet, és utána megcsinálnánk előtte, miatt megkezelem a felvételt, és kezelés után is megcsinálnánk, és mindig ki lenne nyomtatva ugye ez az eredmény. Mert szeretném, hogy egyre többen jönnének, egyre többen elhinnék, kipróbálnák, megcsinálnák. Miért kell megvárni, mi tragédia lesz?
Mert egy dolog, hogy meghalunk, de hozzátartozunk, a feleségünk, a gyerekünk, az unokánk, vagy bármi, itt maradnak, és azok szenvednek. És nem, nincs fájdalom a kezelésben. Nincsen. Ha nem hiszek benne, oké, nem hisz benne. De ha intelligens ember valaki, könyörgöm, ha intelligens, ha nem próbálta ki valaki, akkor hogy mondhatja azt, hogy nem jó? Ki kell, egy próbát megér, ki kell próbálni. Ha nem próbálta, meg nem tudhatja. És ezért nem értem a dolgokat, hogy nem próbálja ki, inkább meghal, vagy nyomorék lesz. Sajnos ilyen világot élünk. Megkérem a kollégákat, hogy tegyék ki a telefonszámot. Szeretek egy kicsit indulatosan tudok beszélni, mert ugye szeretném a embereket meggyőzni, hogy tegyenek magukért, könyörgöm, tegyenek magukért. Nem kell hagyni, hogy bajunk legyen. Mondom, a telefonszámot kirakták, most már lehet telefonálni nekem, és lehet tőlem kérdezősködni állapotról, vagy teljesen másról is. Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Jó estét kívánok, én pedig Béla vagyok, és 67 éves. Na, kedves Béla úr, honnan telefonál? Én Székesfehérvárról. És mire kíváncsi, kedves uram? Hát az egészségemre, hogy most milyen bélpanaszaim lehetnek, mert éjszakánként én arra kerek fel, hogy hát mint egy 10 éves vagy egy 8 éves kisgyerek, hogy behányok, befosok, beszarok, és ez így tarthatatlan. Szerintem az a szórakozik velem, mert így beszél a televízióba. Ilyeneket nem mondunk a televízióban, mint maga mondott, szerintem. Úgy gondolom, hogy nem. Nem kell beszélgessünk. Ilyet nem szokás televízióban mondani, amit ön mondott. Köszönöm szépen, remélem lerakták a dolgokat. Én nem értem, hogy miért kell mindig szórakozni az emberrel, amikor komoly dolgokról van szó. Nem tudom felfogni ésszel, mert a televízióban ilyen stílusban nem beszélünk, és rögtön észrevettem a szövegből, hogy szórakozik velem. Remélem, most egy másfajta telefonáló jön utána. Szerencsére nagyon aranyos kollégáim vannak itt, figyelik a dolgokat, és tudják akkor, hogy mikor kell levenni a dolgokat. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó estét kívánok, doktor úr. Parancsoljam. Hát szeretnék egy állapotfelmérést. Kedves uram, merre tetszik lakni? A Kecskeméthez, 20 kilométerre. 20 kilométerre. Beszéltünk már egymással telefonon? Nem beszéltünk. Nem is volt még nálam kezelésen, ugye? Én nem. Van valami panasza esetleg? Hát igen, puffadok, meg tulajdonképpen voltam én ultrahangon, és azt állapították meg, hogy epekőben van. Na most ilyen gyakori dolog ez az epekő. Mondani is akartam egyébként, hogy epekőben van. Szinte mondani akartam. Ilyenkor, amikor kezelést csinálok, akkor létezik fantomműtét, tudja? Igen. Ami az epe követés ugye eltünteti, nem egy pillanat alatt, hanem így működik a dolog, de ugyanígy igaz a vasekőre is, érti? Szóval el lehet tüntetni, ami jó mára is igaz, meg a cisztára is igaz, ezeket is minden lehet tüntetni. Szóval lehet rajta változtatni az ilyen dolgokon, meg gondolom eleget szenved és kínlód. Mondták, hogy megműtik, vagy mit mondtak? Hát igen, igen, mondták. Persze nem ehet semmit szinte mi, csak diétásom. Hát, diétás, igen. Igen, hát nem biztos, hogy szenvednie kell. Egyelőre nincsenek a görcseim. Hát majd viccelek, majd lesz. Ne vegye komolyan. Csak viccből mondtam, nagy komolyan vegye. Na megnézem az állapotát, jó? Megnézem, van-e szellem magán. Igen, hány darab? Egy szellem. Átok is van. Központ idegrendszer hány százalékosan működik? 10, 20, 30, 40, 50. Hát az egész testen 50 százalékos szinten lesz. Mennyi idős az úr? 64. Gyomor, nyugdíjas akkor gondolom, ugye? Igen. Gyomor 10, 20, 30, 40, 50. A májacska pöttyöse 10, 20, 30. Ebből már lehet tudni, hogy az epe B karottyantó alatt van. Ugye, mert a májból jön ki az epe váladék, és onnan megy bele az epe vezetékén keresztül az epe hólyagba, onnan meg a gyomor alatti vékonybél kezdetéhez, vagy patkobélnek is hívjuk, ahova bemegy a
epe váladék. Na az epét megnézzük, 10%-osan működik. De van 20 is, jó, 20 is van. Vékonybél 10-20-30-40%-os erővel, vastag 10-20-30-40, pólyagocska 10-20, vese 10-20, éjszaka nem kell kijárni? Nem. Nem. Igen, a 20%-nál érdekes módon nem kell kimenni. Azt figyeltem meg, hogy 50% környékén szoktak az emberek kijárni nagyon. Hát nem a legjobb az állapot, tehát ez van. Ezt kell szeretni. Nem muszáj így maradnia, ezzel lehet változtatni. És ami ki volt írva itt a szám, azon bejelentkezek. A legvégén maradjon, a legvégén, amikor vége a műsoromnak, utána egy következő fél percben nézze meg a dolgokat, jó? Hát még a műsor kezdet előtt is volt, jó rendben. Ja, akkor is volt? Ja, azt nem tudom azért. Az a 13 végű. Nagyon köszönöm szépen, hogy hívott. Tényleg köszönöm, vigyázzon magára, minden jót kívánok. Ez a epekő kérdés, ez egy eléggé népbetegség. Szinte majdnem minden nap van ilyen szituáció, hogy epekő probléma. És hát mondom, hogy legtöbb esetben, azért nem mondom, hogy 100%-ban. Én még itt van? Jó estét, tessék parancsolni. Szerbusz Tamás, Endre van. Ki vagy? Szás Endre vagyok, szem. Endre vagy? Igen, Endre vagyok. Ja, Maglódról. Nagyon bezavar a tévé. Szevasz barátom, hogy vagy? Délután 4 óra körül nagyon fájt a fejem. Meg tudnád nézni, hogy akkor nekem milyen volt a központi idegrendszerem? Na, 16 óra, akkor a Endrének a központi idegrendszere. 10, 5-ös fő... Na mindegy, köszönöm. 16 órakor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 volt. Valaki fölpiszkált? Olyan helyen voltam, fent egy háztetőn, ahol mindenféle rádiójeleket befogtam. Ja. Meg sütött a nap, meg minden. És most egy állapotfelmérést. Most megnézem, jó? Most mi van? Megnézem, hogy szellemes vagy-e, jó? Jó. Láttad, hogy elmozdult, igaz? Azt jelenti, hogy egy szellem van. Átok, ha nincs, akkor adok, jó? Van, van. Na, a központi idegrendszered jelen pillanatban megnézem. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Na, a szívecskéd, hát akkor tudod, egy kicsi túlműködés lesz mindenhol. A szív 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Család, jól van, Endre? A lányod érettségizik? Nem. Nem? Nem most kellett? Jó, jövőre fog. Ja, jövőre fog, jó van. A gyomor 10, akkor nem jól tudtam. A gyomor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ez érdekes, ez lenni működik. Nem szokott gyomorsavar lenni? Nem. Majd lesz. Én szénsavas vizet ittam, és azt szerintem közömbösíti. Azt hiszed csak. A máj 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Vékonybél 10, 20, 30, 40, 50, 60. 70, akkor mostanában lehetett neked valami ideg problémád, mert a tested még nem követte, tudod? Vastagbél 30, 40, 50, 60, 70, 80, és a hólyag 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Akkor mostanában egy pár dolog ért téged, nem? Hallod? Tessék. Hallod, amit mondok? Mostanában jó pár, lehettek problémáid mostanában, gondolom, mert a tested még nem működik túl, de az idegrendszered igen, még nem érte utol a tested működése az idegrendszered működését, mert egy idő múlva nincs helyrehozva, akkor utoléri, tudod? Megint elandom, magamat is piszkálom, kezelgetem. Dulod, hogy tanítványom mit voltam, mondok? És mit?
Egyik legjobb tanítványom voltál, igen. Próbálom, amikor fáj a fejem, próbálom magamat kezelni, de most kíváncsi voltam, hogy te mit mondasz, mert egy iszonyatos erős fejfájásom volt, így 4 és 5 óra között. Lehet, hogy mostanában ment föl az idegrendszered, mert mondom, a tested még nem követte le, de lefogja, ha nem mm-hmm. csinálunk valamit ellene, tudod? Hát majd lehet, hogy megkereslek. Kérde, most megtudsz mostanában, van egy ilyen 2-3 itt ilyenkor érettség időszakban, amikor kevesebben vannak a szokottnál, tudod? Ilyenkor jobban be lehet jutni, tudod, ebbe az időszakba. Na, szeretnél valamit még mondani? Hát, hogy Isten áldjon meg, és nagyon örülök, hogy beszéltem. Én is örültem. Most tudniuk kell az úrról, hogy egyik legjobb tanítványom volt, a Kaszás Endre úr, és egy helyen lakunk Maglód City-be, igaz? Igen. Örültem. Örülök. Tényleg nagyon örültem, hogy beszélsz. Próbálkozom, én azért megkérdezek, és előkezdtem próbálni. Jó van. Köszönöm, hogy hívtál. Tényleg. Üdvözlöm a családot. Szia-szia. Szia-szia. Van olyan, hogy ugye Maglódon sokan nem jártak hozzám még iskolába, de mit tudom, egy ilyen 2-3 ember azért volt már, hogy jött hozzám. És én mindig mondtam korábban, hogy Maglódon, amikor egészségnap van, akkor nem szoktak meghívni. Most meghívtak ugyan, de csak egy hónap előtte szóltak, és nekem fél év előre be van osztva ugye az elfoglaltságom a tanfolyamok által, ami hétvégén vannak a tanfolyamok. Ugye, ami különleges tanfolyamok, ezért elég sokan is jönnek, ugye, mert tudják, hogy nem a szokványos tanfolyam. Nyugodtan lehet telefonát. Köszönöm szépen. Tihanyi Tamás Gábor vagyok, tessék parancsolni. Tiszteltem, doktor úr. Én Gábor vagyok, és Komárom-Esztergom megyéből telefonálok, és a műsor elején említette, még volt egy a reklám után, hogy tervez egy olyan műsort, amikor majd be lehet önhöz menni a stúdióba. Igen, a érszökületre mondva, akinek érszökülete van, az bejelentkezik nálunk a rendelőbe, ugye lehet látni majd a telefont, majd a végén, és akkor felveszük a kapcsolatot. Fölírják, és én majd visszahívom magát. Kifejezetten csak érszökülettel kapcsolatban. Mi a problémája? Hát, mint az előző telefonálónak, én is úgy gondolom, hogy az agyam, mint hogyha tehát, túl működne. Jó, értem, csak akkor azt a gép nem tudja kimutatni, mert nem biztos, várjon. Megnézem, jó? A feje hányszor, mennyire szokott feszült lenni? Nagyon ideges feszült? Hát, ingerlékeny vagyok, és mondjuk én annak tudom be, hogy most változékony az időjárás, és frontérzékeny is lettem. Úgy tudom, hogy 29 éves korig van a B-vitamin, addig véd a mondjuk úgy a szervezetbe a frontérzékenység ellen, de mostanában rendkívül sokat fáj, és hát hogyha sokat agyalok, akkor tényleg sokat fáj. 180%-osan működik az idegrendszere, közben megnéztem. Ilyenkor szokott lenni már érszökület is, de hát elég fiatal magad. Hány éves? 30-31? 33. Nem sokat tévedt. Ugye, első ráhallgatásra, ugye nem sokat tévedtem. 180%? Igen, 90-100 helyett az idegrendszere 180%-osan működik, hát olyan panaszok is vannak, amit mondott maga, hogy állna feszült, ideges, fejfájás is lehet, nem mindig van, de lehetséges, alvást is problémát is okozhat, szívritmus problémát is okozhat, gyomorsabb túltengés, a rossz szemet is rontja, az érrendszert összehúzza, csak még elég fiatal, tudja? Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy hát már a korábbi 8-10 óra helyett már 4-6 óra alvás is elég, és nem is igényelt többet aludni, viszont nem végzek túl sok álommunkát, és mégis estére fel kell polcolni a lábamat. Mert hát, vesse meg a szív probléma ez a kettő. Hát, ilyen, ugye mindig úgy megy egy kezelés, hogy teljes ember van megkezelve mindig. Nem úgy van a kezelés, hogy valaki ilyen, hogy a veséje fáj, csak az. Mindig a teljes ember. Úgy kezdem, hogy mindenkit megcsontkovácsolok, mindenkit, csak azt nem, aki mit tudom, annyira csontritkulásos, hogy nem lehetne mindenkit. Előtte persze megnézem a szellemet, átkot, azt leveszem, az is egy jó, ugye, megnézem az egész testnek az állapotát,
A csontkovácsolás után jön a megszüntetése a oknak, idegrendszerbeállítás, csakrabeállítás, utána meg a többi idegrendszer. Idegrendszerbeállítás az nem egy rövid folyamat, rettentően kell koncentrálni, mert én szétbontok minden egyes idegrendszert és külön kezelem. Például van ugye a központi idegrendszer, ugye áll a két agyféltekéből, kis agyból, agytörzsből, gerincfelőből. Mondjuk akkor például kezelem ezt minden négyet, amit mondtam, megkezelem. Utána jön a vegetatív idegrendszer, azt is külön megkezelem. A szimpatikus, azt is, paraszimpatikus, és vannak az ember testében az agyi idegközpontok, tudja, ami például a járásért felelős, a beszédért, a szaglásért, tudja, mindegyik másért felelős. Ezeket mind külön-külön kezelem meg, mert úgy sokkal hatékonyabb, mint a cuzámen az egyiket tenném, és elég jelentős koncentráció kell hozzá, de meg kell kezeljem ilyenkor az agytörzset is, mert az is felelős ugye a keringésünkért, ami a testben van, ugye a ideg, ha érrendszerről beszélünk, ezzel kezdem, utána meg a vegetatív idegrendszert is, külön még azt a irányultságát is megkezelem, hogy, mert összeszorítja az ereket. És utána csinálom az ércserét. Ugye először ezt szoktam, de az idegrendszert mindenképpen beállítom, mert az már fél gyógyulás, tudja, ha azt megoldom azt a problémát, ami van. És ez úgy működik, hogy ott fekszik a kedves paciens, és bizony rendesen kell koncentrálni. Ha véletlenül valamit eltéveszt az ember, közben elmegy a gondolat, vagy valami, akkor elő kell kezdeni, mert emberek vagyunk, hát előfordul ilyen. Hipnózisba ez, tud ejteni a doktor? Ez nem hipnózis, ez gondolat átvitel, ahogy vesszük, tudja, szuggesztió. Az a szuggesztió, ami a szuggesztióban az van, hogy mi változzon meg a testébe, hogy jó legyen. Nem az energiáról. A hipnózis az más kérdés, amitől a tálapot, azt én csak akkor szoktam használni, amikor emlésújlevételt csinálunk, ugye a rossz emlékeket, amik okozzák a problémát, azt szoktam. Ugyan szoktam tanítani még a szellemgyógyászatot is, de az nem annyira hatékony, mint amit én csinálok. Közel nem olyan hatékony, mert rettentő nagy hit kell az embernek, meg kell tanulni meditáció, és amikor megcsináljuk, hogy egy kis időn keresztül csinálja a dolgát, ez, amit én megcsinálok kezelést, egy hónapon keresztül programba van rakva, tudja? Folyamatosan éjjel-nappal megváltoztatja a testbe, ami nem jó. Még a szelleműtét, az megvan a szelleműtét, és még talán egy 4-5-6 napig hat, érti? Utána már nem. Értem. Doktor úr, még egy olyan kérdésem lenne, hogy azt meg tudná nekem nézni, és ha igen, nagy koncentrációval meg tudná mondani, hogyha van rajtam szellem. Már néztem, van egy szellem, meg egy átok. Ahhoz nem kell akkor a koncentráció. Hát, hogy most hozzám tartozó? Nem rokona, nem ismerős, nem rokon. Idegen szellem, sokszor azt hiszük, hogy rokon van rajtunk, ugyanakkor esélye. Lemegy magától? Magától nem megy le. Hogyan lehet? Hát az csak segítséggel megy. És tudja, a tévében nem csinálom, régebben csináltam. Már nem csinálom a tévében, nem engedik, hogy csináljam, úgyhogy nem csinálok ilyet. Segítség nélkül nem, akkor élete végéig ott marad az emberen, és nem tesz jót, mert az ő betegségeit ránkényszeríti, az ő gondolatainkat ránkényszeríti, az ő rossz szokásaikat ránkényszeríti, ha dohányzott, akkor azt kényszeríti rá, ha bedagadós volt a lába, akkor azt kényszeríti rá. Szóval... És miért tapad rá valakire? Tehát, hogy, mert energia, hogy... az a baj, hogy a vallásunkból kivették 1200-as években keresztény vallásból az újraszületést. Tudja, hogy mindig újra születünk, hogy a szellem, ami kijön a testünkből, ugye azt tudjuk, hogy az nem hal meg a szellem, a testünk hal meg. A szellemünknek ugye föl kell menni a köztestérbe, továbbfejlődő céljára, és ő kinéz magának egy bizonyos testet, egy anyukát, és oda megy bele a hasikájába. És akkor szépen végigjárja az utat, ami van. De sok esetben nem így van, mert ugye az emberek félnek a pokoltól, mert korábban a vallásunkban nem volt benne a pokol, az volt, hogy újra születünk, és a hibákat követtünk el, ugye az a karma rész, akkor azt le kell dolgozni. De most az emberek félnek a pokoltól, mikor meghalnak, és itt marad a szellem. Sokkal több szellem van itt, mint egy indiai vagy egy arab országban a környezetünkben, mert ott ugye a vallásban benne van az újraszületés, nem fél
amikor meghal, érti, miről beszélek. Igen. És rengeteg szellem van körülöttünk, és neki energiára van szüksége, hogy el legyen, mint a befőtt, tudja, és valakire rászáll. Ez szint, alig van olyan ember, aki nem lenne, ezt komolyan mondom. És még a papokon ugyanúgy egyébként. Szóval ugyanúgy. Azt gondolná az ember, hogy nem, meg mit tudom én. Egyébként, amikor csinálják a papok ezt a keresztjelzést, tudja, amit van, és mondják hozzá a latin szót. Volt nekem egy rokonom, fönn volt a Gellért hegyben, meghalt egy másfél hónapja a dr. Acél László. Őt próbáltam tanítani arra, hogyha ezt csinálja, azt eljutassa az embereknek a sejtjeibe, és gyógyító hatás váltson ki, de nem sikerült. Megtanítanom, ugye, erre a dologra. Mert oda illenik a pap, oda mennék, és ezt csinálnám, az ott lévő hívő elkezdene gyógyulni. Az összes egyébként. De nem akarok pap lenni, nem az én mondtam. Ugye, jó nekem így, hogy vagyok. Van még kérdés? Ha én meghalnék, akkor én is itt maradnék? Vagy ez, hogy ők nem tudom én azt előre, hogy itt marad, vagy fölmegy. Én azt nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani. Az biztos, hogy én nem szeretnék senkire ráragadni. Hát köszönöm. Ja, ez nem úgy működik, ez nem. Nem. Az automatikus dolog, tudja, nem. Köszönöm szépen. Nincs mit, köszönöm, hogy hívott, minden jót kívánok, vigyázzon magára. Várom a telefont, 061-269-0386, 061-269-0386. És várom, és ugye megint elmondom, hogy aki szeretne érproblémával akár bejönni ide, telefonáljon be a rendelőbe, kezelés előtt, utána a gépi állapot felmérést csinálunk, behozzuk a artográfes gépet, ami van nekünk, kinyomtatja az eredményt, de lehet péntekre is bejelentkezni délutánra a rendelőbe. Ingyen van a kettő állapotfelmérés az érrendszerre. A kezelés nincs ingyen, de az ingyen van. Na mi van, nem telefonálnak? Mindig olyan szoktak telefonálni most. Nem, 061-269-0386. Ugye mindig arról beszélek, hogy az a probléma, hogy nincs ok megszüntetés. Adunk energiát, el van intéz az energia, vagy jó, vagy nem jó energiát megtanulni, nem nehéz. Ugyan jól megtanulni, jól adni energiát, már más a helyzet, ugye? Mert az energiával 4-5 féle dolgot is az agyunkkal meg kell csinálni, hogy megváltozzon az energia olyanra, amilyenre mi akarjuk, és használjon az emberkének, aki van. És ezt persze lehet tanulni, ezeket a dolgokat, de az ok megszüntetés is lehet tanulni, ugye a tanfolyamon, ugye meg lehet tanulni a felméréseket, ami van, nyilván a földsugárzást is, de a felméréseket is meg lehet tanulni, és bizony a mindent, ami ezzel kapcsolatos, hogy kell elküldeni a szellemet, hogy kell csakrát beállítani, hogy kell idegrendszert, hogy kell az átkot eltüntetni, rengeteg dolgot, most nem tudom, 061-269-0386, úgy látszik elpártoltak tőlem, mert mindig egyfolytában szokott szólni ez a telefon, most meg valamiért nem szól. A okról azért beszélek mindig, mert ugye az szokott lenni, mert nem beszélek másról, beszélek a csontkovácsolásról. Én több mint 45 ezer csontkovácsolást hajtottam végre életembe, és 45 ezer kezelésnél is többet a spirituális kezelés, ami van az életem folyamán. És ugye küzdködök a derekammal, ugye nekem sportsérülésem van, válogatott birkózó voltam, és még egész fiatal koromban tönkrement a gerincem, és van telefonálom, majd később befejezem. Tessék parancsolni, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Jó estét kívánok, László vagyok. Hallgatom. Hát szeretném tudakolni a állapotomat. Kedves László úr, honnan tetszett hívni engem? Bátor terenye. Bátor terenye. Nem találkoztunk mi, ugye még? Még nem. Telefonon se, sehogy sem. Nem. Na, kedves uram, megnézem, mivel sántikál. Szellem van-e? Van bizony. Átok is van.
központ idegrendszere hány százalékosan működik, 10, 20, 30. Szokott ideges lenni? Hát igen. Tudom már most 40, 50, 60. Igen. Tudom, értettem. Még egyszer, a központi rendszer 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Aludni tud? Hát elég ideges vagyok. Nem túl jól. Nagyon ideges tetszik lenni. Fejfájás? Nem szokott lenni. Szívritmus probléma, hogy jobban ver a szíveni? Az szokott. Az szokott lenni. Ilyenkor még szokott gyomor probléma, és ilyenkor az egész test túl működik. De nem ennyire, hanem kisebb mértékben, legtöbb esetben így van, néhány esetben nem. Akkor nem, csak amikor még most alakult át az idegrendszer, és a test nem tudta lekövetni. Na megnézem, a szíve hány százalékosan működik. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A gyomor 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Na hát akkor megnézzük a... Vékony belet 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Vastag 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Akkor a hólyagocska 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A vese 50, 60, 70, 80, 90, 110. Ez a baj, hogy ez az állapot magától nem tud elmúlani, tudja? Ez segítség nélkül nem múlik el, és ez nem jobb lesz magától, inkább mindig rosszabb lesz. Egyre nagyobb-nagyobb lesz, és ha valakinek már borzasztóan túlműködik, az bizony hát rosszabb esetben okozhat akár agyvérzést is. Cukorbetegsége nincsen? Nincs. Nincs. És a érrendszere tud jól menni? Hát koszorúérrel van valami, mert kell szednem. A koszorúér hány száz... 10-20 százalékban engedi át a vért. Nagyon rossz a helyzet a koszorúérnél. Nyakütőér 10-20, hát nagyon rossz állapotban van. Jobb láb feje 10-20, a bal 10-20, ez nagyon rossz bizony. Valami csinálok magával, jó? Nem akarom, hogy így maradjon, nem szoktam, de kicsit... Csak kivételesen, mert ügy se jönne maga Báton terenyéről el, szerintem. Megnézem most, mennyi vért kap a feje. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Koszorúér mennyi, hogy engedi át a vért. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nyilván nem egy teljes kezelést csináltam, csak egy kisebb szakaszát csináltam meg. Jobb láb fejbe 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hogy érzi magát? Nem érez meleget valahol? De, az egész testemben. Egész testemben, beindult a vérkeringés. Hát erről beszélek, tudja, mindig, amikor szoktam beszélni, hogy nagyon érdekes dolgokat lehet csinálni. Amit most csináltam, ez nem végleges, amit csináltam. Egy ideig dolgozik, amit csináltam, de ez nem végleges, tudja. Jó, meg fogom önt keresni, doktor úr. Köszönöm, hogy hívott. Vigyázzon magára. Minden jót kívánok. Köszönöm, minden jót. Minden jót. Minden jót. Na, várom a telefonokat. 061-269-0386. 061-269-0386-os telefonom. Úgy tűnik, hogy már csak egy telefonáról lesz idő, mert utána szeretnék majd energiát adni. Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor. Évi vagyok, nem hiszem el, Tihanyi úr, hogy már mióta telefonálok itt, ma azt hittem, nem fogom tudni megkapni. Szeretném megkérni, hogy az egészségi állapotomról mondjam valami jót, és hogy milyen helyen fekszem. Na drága, hogy nagy részt értettem, de nem mindent értettem, mert elég halknak tűnt, ahogy
tetszett beszélni, nem tudnak kicsit közelebb menni. Hangosabban mondjam? Igen, legyen kedvesen, nem mindent értettem. A nevét egyáltalán nem értettem. Ne. Először is azt mondtam, hogy nagyon nehezen tudtam bejutni. Azt hallottam, igen. Örülök neki, hogy sikerült. Én is örültem. Azt szeretném megtudni, Évi vagyok egyébként, azt szeretném megtudni, hogy jó helyen fekszem-e, és milyen az egészségi állapotom. Értem. Honnan tetszett telefonálni, drága hölgyem? 15 kerület. Ja, szokásos. Új palotak. Igaz? Hát majdnem, igen. Egy más széle? Igen. Akkor nem a lakótelep, igaz? Ne. Na, kedves hölgyem. Ugye mi nem beszéltünk egymással. Nem, de önnél voltam már. Mikor, mennyi ideje? Aha, 3 évvel ezelőtt. Szimbólum van a teste alatt? Sikerrel még hozzá. Kivel? Sikerrel. Na, szimbólum van a teste alatt? Tessék? Szimbólum van a teste alatt? Tudja, lapocska, ilyen szimbólum. Nincs. Nincs az ágyába. Nincs. Akkor biztos rendben volt, ha nem mondtam. Na most jónak tűnik. És akkor mi volt, alulműködött vagy túlműködött az idegrendszere? Hát az idegrendszerem az változó. Hát nem tudom, hogy érti, hogy az idegrendszerem. Mindig szoktam mérni az elején, hogy az idegrendszer hány százalékosan működik. Igen. Nem emlékszik akkor, hogy 3 éve milyen volt, ugye? Ja, hogy nem, arra nem emlékszem. Hagy mondjam meg, én azzal mentem önhöz, hogy nem tudok aludni éjjel. Ja. És azt hiszem, 3-szor voltam önnél, és teljesen rendbe jött. Akkor az lehetett. Túlműködött az idegrendszere akkor. Igen, és most jelen pillanatban... Megnézem, kedves hölgyem, megnézem. Megnézem, van-e szelleme? Igen. Van. Átok is van. Nem mindig van, tudja, majdnem mindig van. Nem kell be problémát csinálni, így éljük az életünket. Igen. Ugye van az a mondás, hogy pup van a hátron, az azt jelenti, tudja? Igen. A központi idegrendszer. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jól dolgoztam. Még mindig jó. Igen, köszönöm. 10, 30, 40, 50, 60. 70, az nem teljesen jó a szív, de hát a 70 még elmegy. Mi nem olyan jó? A szív 70% nem annyira, nem is se rossz, se jó, érti szóval. A szívem? Igen. Igen, ez is igaz? Ha megnézem, hogy a prostatája mi. Na gyomor, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jó indulatta, 70. Vékony, emésztési probléma van? Nincs. Vékonybél 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mennyi idős, megkérdezhetem? 65. Vastag 30, 40, 50, 60, 70. Akkor a hólyag 10, 20, 30, 40, 50. A vese 10, 20, 30, 40, 50. Éjszaka kell kimenni? Nem, igen. Egyszer esetleg. Hát ez nem olyan sok, hogy egyszer az. Igen. Hát nézze! Nem olyan borzasztó az állapota. Persze lehetne már változtatni rajta, de nem olyan. Tartós tejet még vehet, nyugodtan. Most az az igazság, hogy elég viszeres a lábam. Ezen tudnak segíteni? Ez úgy szoktam segíteni, hogy a viszerek magák sokkal egészségesebbek lesznek, jobbak lesznek, de ami már látszik, tudja, az minimálisan változik. De maga az ér működés az más lesz. Mert nem főleg az érrel van baj, hanem van olyan zsebes billentyű, ami elzárja, nyitja a visszafelé vezető utat a vérnek, tudja? Igen. És ez többet van ilyenkor zárva, mint amit kellene, és nem tud visszafolyni. Az idegrendszerre kell ezt irányítanom, hogy az megoldódjon, tudja? Mert igen, onnan van. Igen, most hagyd kérdezzem meg, az befolyásolja? Lehet, hogy butaságot kérdezek, hogy szívbillentyű hibám van? Igen, befolyásolja. Igen? De hát befolyásolja, vizesebb az ember ilyenkor. Igen. De a vesélye nem tökéletes, mondtam. Értem. Az se tökéletes. Tulajdonképpen a vese meg a hólyag van a testében a legalacsonyabb szinten. Szóval a vesén is kell javítani, a maga az ereket is kezelni kell, és azokat a zsebes billentyűket, amiket mondtam, hogy az optimálisan működjön, tudja. Hát remélem, mielőbb fogok menni önhöz ismét, úgyhogy tényleg sikerrel
jártam önnél 3 alkalommal, és tényleg teljesen rendben jött. Nagyon köszönöm. Borzasztó, hogy abszolút nem tudtam éjjel aludni, és ilyen problémám volt, és tényleg nagyon szépen rendben. Nagyon aranyos, hogy hívott, és köszönöm szépen. És én is nagyon szépen köszönöm. Csókolom, minden jót, puszilom a kezét. Most már csókolom a kis kezét. Most már több telefonálót nem fogadok, mert energiát adok. A következő féleképpen fog történni, sokan már tudják. Ugye az energia nem a televízión keresztül megy, a televízió a műsornak a része, mindenen keresztül megy, a falon, ablakon keresztül mindenen, úgy, mint minden egyéb más sugárzás, ami itt van. A rádiótelefon se látjuk, ugye, de halljuk, a tévé sugárzásokat se látjuk, de a televízió műsort látjuk, ugye, és ugye ezt az energiát se látják, de mégis megy. A bal kezüket fölteszik, és elképzelik, hogy ez a szájuk, és beszívják az energiát. És átvezetik a testükön szépen, mintha egy cső lenne, a másik kezüket pedig oda teszik, ahova kell, a mamának a popsijára, vagy bárhova, és átszívja, és a jobb kezével kiküldi az energiát a kezéből, de lehet úgy is, aki magasabb szinten van spirituálisan, hogy a korona csarkján beszívja, a testébe gondolatba oda küldi, ahova kell. Mindjárt iszom erre. Az energia még legalább 6-7 percen keresztül menni fog önökre, csak figyeljenek magukra. Én érzékeny búcsút fogok venni. Önöktől nagyon-nagyon jól éreztem magam. Nagyon-nagyon köszönöm a megtisztelő telefonokat. Nagyon mindenki nagyon kedves, egy kivételével aranyos, kedves ember volt. Olyan emberek mindig adódnak, aki itt mindenféle csúnyákat mondott, de hát nem probléma, nem törődünk vele, ugye az élet az megy tovább. Jövő héten hétfőn megint itt vagyok élő műsorban, és nagyon nagy szeretettel várom önöket itt a műsorban, és nyugodtan készüljenek rá, telefonáljanak, kérdezzenek tőlem, amit szeretnének. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmét, mindenkitől elbúcsúzok, hát a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek, és akkor egy hét múlva megint találkozunk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.